Szeretettel üdvözlöm a sajtóképviselőit, szokásos telizők, jelentkezőknek a számai főiskolánként. Hol, mennyire tudta megőrizni az EGRI főiskola az eddigi jó helyezését? Én azt gondolom, hogy az országos átlagtól kisebb mértékben csökkent a jelentkezés az EGRI Eszterházy Károly főiskolára, annak ellenére, hogy januárban, decemberben a sajtó visszhangok azt jelezték, hogy itt drasztikus csökkenésre lehet majd számítani, és tudott is volt, hogy közel 30 ezerrel kevesebb hallgató, leendő hallgató pályázott a felsőoktatás felé. Úgyhogy én azt mondhatom, hogy egy hosszú, izgatott időszak után némiképp megnyugodva mondhatjuk azt, hogy 4971 fő 9318 jelentkezést adott be. Ez azt jelenti, hogy egy-egy jelentkező több helyre is beadott jelentkezési lapot. Ez az Oktatási Hivatal 2012. évi felvételi eljárásának hivatalosnak mondható számadata. Na most lehet ezt bontani, és lehet nézni a viszonyokat. A legtöbb jelentkezés, 3208 jelentkezés, az a természettudományi karra érkezett. Mint tudjuk, itt a legtöbb a magyar állami ösztöndíjas férőhely, tehát erre jól reagáltak a középiskolások, és ezt a sok jelentkezést a természettudományi képzési területre adták be. Ugyanakkor kiemelkedő a sporttudományi képzési területre való jelentkezés, de ha még néhány szakot említhetek, a természettudományi karon kiemelkedik a programtervező informatikus, a biológia, illetve a földrajz szakos jelentkezés is, tehát a szóródás az elég nagy. Érdekes módon a bölcsészettudományi karon sem nagymértékű a visszaesés, nagyon keresett a képi ábrázolás, valamint a történelem alapképzési szak. A képi ábrázolás, én azt gondolom, azért, mert nagyon híres a művészet közvetítésnek ez a területe országosan. Szívesen jönnek Egerbe a művésztanárokhoz. A történelem pedig azért, én úgy gondolom, mert nagyon szép a felfutása, az alapképzés után lehet jelentkezni történelemmesterszakra, disziplináris történelemszakra, és hát ott van a doktoriskola is a legtehetségesebbek számára. A tanárképzés tudástechnológiai karon talán a legnagyobb mértékű a visszaesés, de itt is nagyon keresett a csecsemő és kisgyermeknevelő szak, valamint a szociálpedagógia szak. A gazdaság és társadalomtudományi karon voltunk leginkább izgatottak a jelentkezésekkel kapcsolatosan, hiszen itt nincsenek állami finanszírozott helyek. Ennek ellenére igen keresettek ezek a szakok is, tehát nem olyan nagy mértékű a visszaesés. A gazdaságtudományi képzési területen az emberi erőforrások, a gazdálkodási és menedzsment, illetve a turizmus vendéglátás alapszakokon vannak jócskán jelentkezők, és nappali tagozaton több mint 200 jelentkezést tart nyilván az oktatási hivatal ezeken a területeken. Tehát én azt gondolom, hogy ez jó. Továbbra is keresett a kommunikáció és médiatudományi szak, és amit érdemes még kiemelni, hogy az összes jelentkezésből az arány, az, én azt gondolom, egészségesnek mondható, 60% nappali tagozatra nyújtotta be jelentkezését, tehát nem a levelezőképzés dominál. Mit jelentenek ezek a számadatok, ha többi felső oktatási intézményt is ugyanilyen górcső alá vesszük? Igen, hát ez az éjszaka azzal telt, hogy nézte az ember a felvi.hu-t, és hasonlítgatta a saját az intézmény számait a többi intézményhez, és elmondhatom azt, hogy mesterképzésben kiemelkedő a benyújtott jelentkezők száma. A mesterképzésben a 9. helyen vagyunk az országos ranglistán, ami én azt gondolom tovább erősíti azt, ami az intézmény eredeti törekvése, hogy mi felkészültek vagyunk arra, hogy egyetemmé váljunk, és egyetemként lehessen az Eszterházy Károly Főiskolát számon tartani majd a jövőben, mert itt 1186 fő, 1788 darab jelentkezést adott be tanári mesterképzésre és disziplináris mesterképzésre. A mesterképzések alapja az alapszak végül is. Lépést tart ezzel a számadattal az alapszakra való jelentkezés? Is.
Igen, hogyha az arányait nézzük, akkor jó az arány. Tehát általában a mesterképzés esetében arra számíthatunk, hogy körülbelül egyharmada a hallgatóknak megy tovább mesterképzésre, és ez az arány fennáll a jövőben is lehetőség szerint. Legközelebb melyik időszakra kell figyelnünk majd? Hát én úgy gondolom, hogy most egy nagy levegőt veszünk, és várjuk a vonalhúzást. A vonalhúzás az gyakorlatilag hagyományosan nyáron van, júliusban, és akkor fog kiderülni igazán, hogy a jelentkezők pontszámai mit érnek, hogyha mérlegre tesszük, és keretszámok vannak, tehát ebben az értelemben változott a felvételének a menete, hiszen ezeket a keretszámokat nekünk tartanunk kell. Tehát itt a legkülönbözőbb képzések vonatkozásában az állami ösztöndíjas helyek, valamint a részösztöndíjas helyek, ezek keretszámokhoz kapcsolódnak.